Üdvözlök mindenkit! Engem Menyhárd Dudinak hívnak, és önök pedig a Clickout Magunk Között című műsorát látják. Mai vendégem dunaszerdahelyi születésű zenész. Zenei tanulmányait Dunaszerdahelyen végezte, majd 1990-ben Budapestre került, ahol a Talentum Nemzetközi Tánc és Zeneművészeti Szakiskola növendéke volt, és egyben a Rajkó zenekar tagja is. Olyan kiváló tanárai voltak, mint Vásárúti Vontszemű János, Mészáros Tivadar, Esze Jenő, Pádár Lajos, Horváth Jenő, Nyári László és Buforigó Sándor. Tagja volt a 100 tagú cigányzenekarnak, és 2006. januárjától folyamatosan Japánban vendégszerepel. Úgyhogy számomra nagy megtiszteltetés, és nagyon örülök, hogy vendégem lehet Sárközi Pál, dunaszerdahelyi prímás. Szervusz, Palika! Szia, Palika! Hogy vagy? Köszönöm szépen, egyre jobban. Az azt jelenti, hogy bár erről nem biztos, hogy van kedved beszélni, de voltak egészségügyi gondok, ami miatt azt hiszem, hogy talán még a pálya is veszélybe került. Hát igen, tavaly kiderült, kint voltam Svájcba, egy hónapos turnén, és ott kiderült, hogy cukorbeteg vagyok. És ezzel párosult az, hogy meg kellett műteni a lábamat, és ez mellé kaptam még egy neuropátiát. Sokan aggódtak érted, de úgy látom, hogy most azért már egy kicsit kilábolsz ebből az eseményből. Most van a második hete, azt hiszem, hogy bot nélkül vagyok. Ennek nagyon örülünk, hogy itt most nálunk úgy én bot nélkül érkezt, elhiszem. Abszolút. És tényleg a felépülésedet kívánom, mert benned egy ragyogó zenészt köszönhetek. Én nagy tisztelője vagyok. Egyrészt a roma muzsikának, másrészt a te munkásságodnak, de hogy menjünk azért a kezdetekre. Tehát kicsikorodtól tudatosan az volt, hogy te muzsikálni szeretnél, és hogy ez az út a tiéd? Persze, mindenféleképp. Tehát ez úgy kezdődött, hogy először volt apunak egy harmonikája, és harmonikáztam, ilyen 3-4 éves lehettem. Aztán, amikor a zenesuliba kezdtem, én valójában zongorista szerettem volna lenni. Aha. Csak az volt, hogy, ugye, hogy annyi zongorista volt, tehát már nem fértem, nem volt hely. Mármint a zeneiskolában? A zeneiskolában, igen. És aztán az volt, hogy maradt a hegedű, vagy furulja. Akkor a hegedű maradt a történetben. Igen. És amúgy a család támogatott ebben a dologban? Tehát, persze, hogy ne. Vannak még a rokonságban muzsikusok? Tehát akik... Igen, egy-két unokatestvérem van. Ti dunaszerdahelyi származásúak vagytok, vagy kötődés van Vásárúthoz? Vásárúthoz nincs, Nyárashoz van. Nyárashoz? Tehát szüleim nyárasdiak. Onnan érkeztek. De én már te már dunaszerdahelyen születtél. Ki volt a tanárod a zeneiskolában? Először a Kuki Erzsike, aztán pedig a Kuki Jancsi. Igen, és aztán innét hogyan folytatódott, tehát mentél Pestre? Ez úgy volt, hogy közben volt egy ilyen kis rajkó zenekar Szerdahelyen, amit a Vásárúti Vontszemű János vezetett. Tehát a zeneiskola mellett én privát tanultam nála cigánzenét. Azt külön kell tanulni? Ezt most, hogy felvetődik a kérdés, tudom, hogy kell, de azért mi a különbség? Tehát van ugye klasszikus zene és van cigányzene. Igen. Miben tudod megfogalmazni a különbséget? Tehát egy egyszerű embernek, hogyha megkérdezik, hogy jó, te akkor most hegedűs vagy, de hát most akkor mi? Az a lényeg, hogy minden hangszernek a alapja a klasszikus zene. Tehát azt mindenféleképpen kell tanulni. Na most utána, hogy milyen műfajok vannak, az már, tehát van több műfaj. Például a cigányzene, hát tehát az attól, ez hosszú történet amúgy, mert például le van írva egy nóta. Egy magyar nóta. Például a gyakázos út. Hát aztán tudja énekelni mindenki. Ott a hangjegy, igaz? És egy klasszikus hegedűsnek odaadom, de nem fogja azt a érzést. Tehát olyan íz. Igen. Aha. És amúgy te ilyen crossover műfaj vagy? Tehát, hogy más stílusokban is, tehát mondjuk jazzben is tudsz hegedülni? Próbálok. Nagyon szeretem, de nem mondhatom, hogy tudom. Tehát neked az otthonias gyakorlatilag, amiben tényleg otthon vagy, az a cigányzene, tehát a roma muzsika, mint olyan. De hát azért annak is van azért sokféle változat, tehát nem népzenét játszol, hanem... Hát igen, tehát az a iskola, ahova én utána kerültem, az erre ezt tanítja. Milyen? Tehát a vendéglátóipar. Tehát az, hogy tudjak játszani egy keringőt, tudjak játszani szalonzenét, tánzenét, ebből egy picit abból, mert ez erről szól. Oda kerültél Pestre 90-es évek elején, 12 évesen. Milyen érzés volt? Emlékszel még rá? Hogyne, persze. Sokat csírtam először. Igen? Elején, persze. Honvágyad volt? Igen. Na most ez is egy
érdekes dolog, hogy pont amikor mentem, 1990-ben, augusztus 27-én, sose felejtem el, és anyámék ott hagytak, és néztem, ez a harmadik emeleten volt a büfébe, ott hagytak. Tehát a kollégiumba bevittük a ruhákat, stb., és fölmentünk a büfébe, de mindenki. És ők mentek le. Na most én néztem ki ablakon, és hullottak a könnyeim, de ott voltak a nagyok, a többiek, akik már öreg tagok. Ők ugye látták, hogy mi van, egyből, hogy vegyem ki a hegedűt, hogy ugye elfeledkeztettek direkt. Na most ugye az volt, hogy hétfő iskola, péntekig. Na most pénteken kellett volna hazajönnöm. De nem tudtam hazajönni, mert akkor volt a taxis blokád. Na most egyből két hét, de közben ugye ott zajlottak a próbák, és a Rajkó zenekarnak volt egy svájci útja. Egy kéthetes út. Na most a igazgató kitalálta azt, mivel én voltam a legkisebb, kis kövér gyerek voltam ugye akkor is, és hogy menjek ki velük Svájcba. Na most ugye akkor nem voltak mobilok, anyuékat fölhívtam ilyen. Bedobós érmés telefonon. Így van, és akkor mondtam, hogy én megyek ki Svájcba. Úgyhogy tehát egyből egy hónapig nem is mentem haza. Tehát mélyvíz rögtön? Azonnal. Milyen szinten voltál akkor a hegedű ismeretében? Tehát már mindent tudtál a hangszerről? Nem. Ebből volt nekem egy... Tehát amikor első próbára bementem, az nagyon nagy élmény volt nekem, ugye? És akkor mi nem volt az, hogy nagy zenekar, kis zenekar, hanem egybe volt. Na várj, azért mondjuk el, tehát a Rajkó az gyakorlatilag a 100 tagú cigányzenekarnak az előszobája volt? Vagy ez hogy működött? Nem. Tehát az egy különálló. Különálló. Persze, a Rajkó zenekar, az nem is tudom. Először volt Aranyosi Rajkó zenekar a 30-as években, aztán 50-es években a Farkas Gyula bácsi csinálta meg ezt a kis központi művész együttest, de 90-től lett a Talentum nemzet. Igen, tehát a rendszerváltás után ez egy újra fogalmazott valami volt. Így van, tehát ez egy különálló. Aztán ugye voltak olyanok, mint mi is voltunk, hogy ketten, hárman akiket, mert a tanárok viszont onnan voltak. Tehát a Bufó Rigó Sándor volt vezető primás, de tanította Rajkóba cigánzenét. És akit belátta a fantáziát, a tehetséget, akkor, igen. És akkor te így kerültél, aztán át a 100 tagú. Igen. De mondd tovább, tehát a Rajkóba, amikor bementél, és mondtad, hogy a hangszerrel volt egy érdekes dolog, hogy mennyire tudtad akkor a hangszert, ez volt a kérdés. Na az volt, hogy ugye nagyok, kicsik egybe. Tehát az azt jelenti, hogy a teremben voltunk 102-en. Igen, 12 évestől 18 évesig. 17. Voltak ott ilyen 22 évesek is. Na most 14. Rapszódia liszt. Hát most én ismertem a hegedűt a harmadik fekvésig. De én meg azt akartam, hogy én akartam tanulni ugyanúgy, mint a nagyok. És szünet volt, és én még elsírtam magam, hogy én nem tudom megtanulni. És akkor jött a Tibi bácsi, Mészáros Tibi bácsi, hogy mi a baj, fiam? És én mondtam, hogy de Tibi bácsi, én ezt nem tudok, meg negyedik fekvés, azt sem tudom, hogy mi az. Fiam, azt neked nem is kell tudni, te csak figyelj. Tehát a tanítás az úgy is indult. Tehát a kicsik, azok nézték, meg hallgatták, tehát hogy legyél benne. Tehát megijedtél, hogy neked azt játszani kell, és azt mondták, hogy csak nézed. Igen. És amúgy türelmesek voltak veletek? Tehát persze, a zenében, tehát amíg muzsikáltunk, addig segítőkész volt mindenki. Aztán amúgy már nem volt hangszer, akkor voltak ilyen. Értem. Tehát azért akkor a nagyok éreztették a kicsik kajtébettok a persze, kicsik is. Hogy És neked, mint határon túli, tehát egy felvidéki magyar cigányzenésznek, roma muzsikusnak, tehát hogy éreztették azt, hogy te innét vagy, és hogy ők onnan van? Velem nem. Nem mondhatnám. Mindenhonnan másolnéték is voltatok a Kárpát-medencéből, vagy csak Magyarországon? Először. Tehát mi voltunk első szlovákok. Ki volt innét Szlovákiában? Én voltam, a Voncemű Tomi volt, Rigó Dezső volt, meg a Komárom volt, a Kovács Józsi. Az előbb említett két úrral gyakorlatilag együtt is muzsikáztat, Voncemű Tamással, illetve Rigó Dezsivel. Hát muzsikáltunk, ja. Én viszont azt látom, hogy az ő pályafutások szinte most már pályamódosítást jelent, mert egyszerűen nem élnek meg ebből a muzsikából. Hát sajnos igen, így van. Tehát azt lehet mondani, hogy maga a cigányzene így visszaszorulóban van? Tehát, hát most igen, pláne most volt ez a Covid is, aztán nem tudjuk, hogy még mi jön, ugye? Most ősszel is. Tehát ez nagyon gyér, nagyon gyatra. Amíg még, hogy mondjam, még otthon voltam, azért voltam műsorok, Lagzikba is elhívtak minket játszani, de mostanában, tehát most, hogy otthon vagyok azóta, egy-két.
talán háromszor vagy négyszer, ha játszottam. Menjünk vissza a pályád elejére. Tehát gyakorlatilag Rajkóban tanultál, ott jártál középiskolába, és akkor utána jött a lehetőség, hogy akkor folytasd a Száztagú cigányzenekarban, vagy akkor már visszajöttél. Én már közben már jártam velük. Volt is egy kis balhé ebből nekem a Rajkóba, ugye? Nem, most akkor döntsd el, hogy Rajkós vagy, így vagy van. Igen, Száztagús. Igen. Most melyik mellén feszed fel, mert mind a kettő zenekarnak meg volt a az egyik piros? Igen, a másik meg... Kék. Így. Aha, így voltak a színek. Sokat jelenthetett azért a Száztagúban muzsikálni, tehát azért az egy hatalmas nagy... Hát, de is pláne akkor, abban az időben, akkor meg a nagyok éltek mind. Most például én terces voltam a Rajkóba, és tehát a második hegedűt játszottam, a második pultot, és ugyanúgy a Száztagúba is. Na most az összes, a legnagyobbak még mindig éltek akkor. És hogy azok mellett ülsz. Ki volt rád hatással, hogyha így mondani a neveket? A Száztagú? Igen. Hát a legnagyobb hatása ugye Rigó Sanyi bácsi Bufó. Aztán a tercesek közül volt, úgy hívták itt, hogy Lólábú. De most nem jut eszembe a... De vannak ragadvány nevek, ami alapján. Hát ott mindenkinek van. Így van, nekem is. Na és? Aztán meg volt a Kolompár TV. Sokan voltak. Mind jó zenész volt. És amikor ez így lezajlott, tehát hogy amikor vége lett, akkor te hazajöttél? Vagy igen. Még párhuzamosan futottak a történetek? Nem. Tehát az volt, hogy is volt, 98-ban levizsgáztam, igen, tehát júniusban, és én nekem ki kellett volna menni Amerikába, Rajkóba, januárba. Diplomáztatok? Tehát ilyenkor... Igen. És januárban volt egy amerikai út, egy két hónapos út, de én meg hazajöttem szeptemberben. Aztán megnősültem, és majd folytattam. Az életed így zajlott. Igen. Hol mindenhol voltatok a Száztagúval? Tehát emlékszel még olyan állomásokra, olyan történetekre, amik úgy beléd égtek? Hát hogy ne? Persze, hogy. Nagyon sok volt. A Franciaország az volt. Egy évben kétszer volt ilyen másfél hónapos. Turné. Elmentetek, és akkor turnéval. Aha. Hogy nézett ki egy ilyen turné? Két nagy busz. Volt a dohányzós, de nem dohányzós. És aztán mondom, városról városra mentünk. Minden el volt intézve, tehát volt egy menedzsment, ami a szállásatokat intézte, étkeztetést, egyebeket. Hát azért ez egy nagy tapasztalat volt, hogy akkor abban az időben, tehát a 90-es éveket akkor végig utaztad, végig zenélted. Hazajöttél, itt már a 2000-es évekről beszélünk. Tehát itt már aztán jön egy olyan időszak, amikor is itthon a családot eltartani, akkor lakodalmak, muzsikálások, bálok, egyebek, de azért voltak megmérettetések és vonópárba és ilyen dolgok. Ezek hogy jöttek az életedbe? Tehát versenyek. Ez úgy volt, hogy nem is tudom, valamiért Pesten voltam, és találkoztam a Boros Matyival, szegény most már nem él. Ő is egy cigányprímás, de mellette egedű művész, és ő volt egyik főszervező. És mondta nekem, hogy van az a lehetőség. Próbáld meg. Aha, aztán így. Hihetetlen. Még az jutott eszembe ebből a történetből, hogy jött az életedben azért egy komoly fordulat, 2006-tól vagy Japánnal kapcsolatban, vagy honnan is indult ez? 2016. 16, akkor itt egy tízes tévedek, de... 2006-ban volt még egy versenyünk, az a zenekarok verseny, tehát cigányzenekarok nemzetközi verseny volt. Na, akkor mesélj erről, és ott kikkel voltál? Ott is úgy volt, hogy 56 zenekar volt, aztán ugye selejtező, középdöntő, döntő. Döntőben maradtunk négyen. Aztán a mi zenekarunk lett a harmadik, aztán én lettem a mezői brívása. Mert volt, tehát volt ilyen, hogy a hangszerek külön, cimbal, legjobb cimbalmos, legjobb bőgős. Hogy lesz az ember, hogy prímás? Tehát születtem, mint prímás, van egy ilyen mondás, ugye ezzel szoktunk nevetgetni, mert az egyik ilyen népzenész, amikor megkérdezték tőle, igen, Potta Géza mondja ezt, hogy születtem, mint prímás. Születik az ember, mint prímás? Tehát, hogy mi kell egy prímáshoz? Hát sok minden. Tehát kell alázat, munka, mi? Hát a legfontosabb, évek. Igen, alázat. Az a legfontosabb, de zenén belül mindig. És hogy fogadják el az embert prímásnak? Tehát, hogy most oké, én kijelentetem magamra, hogy kellően tudok hegedülni, megvan a szakmai tudásom. Na most ez nálam azért érdekes dolog, mert amíg én Pesten voltam, ott nem prímás voltam, hanem... Ahogy mondtad, másodhegedűs. Én második pultot játszottam. Na most, de közben, ha ugye az ember prímás szeretne lenni, de viszont az azért jó, hogyha te másodhegedűs vagy, mert akkor tehát a harmóniát meghallod. Van olyan, tehát hogy a prímás vagy, akkor csak a melódiát játszod.
De így... Harmóniában vagy benne a történet. Erről van szó. De most primás akarok lenni, akkor meg kell tanulnom a melódiát is. Kicsit. Nekem a primás az azért ez egy ilyen vezért jelent. Tehát az, aki odaáll, és akkor viszi a bandát, megindítja a bandát. Igen. De te egy nagyon szelíd ember vagy. Én azt nagyon kedvelem benned, hogy egy ilyen végtelenül szelíd, lehet, hogy rosszul ismertelek meg, de én azt gondolom, hogy egy szelíd ember vagy. Tehát ez... azért vannak ilyen kirohanások. Jó, de kinek nincsenek. Csak azt mondom, hogy a személyiséged egy szelíd személyiség is. És ezt amúgy a zenében is át tudtad ültetni, ennek ellenére primásként működtél, és működt is jelenleg. Hány primás van Szerdahelyen most jelenleg? Hú, jó kérdés. 5-6 körül. Nem sok. A legidősebb most még azért mindig Banyák Pista. Banyák Pista bácsi, persze. Isten éltessé. Hát valamikor ő zenekarát vettem át. Aztán az volt ugye, amikor én hazajöttem Pestről, levizsgáztam, és ugye az ember akkor azt mondja, hogy most már mindent tud. Uh-huh. És akkor elmentem egy faluba lagzit játszani, és oda hívtak asztalhoz. És rájöttem, mert 10 nótából 11-et nem tudtam. Erre mondják, hogy asztalnál meghal, ugye? Tehát, hát igen. Van egy ilyen mondás. Igen, igen. Aztán hétről hétre mindig a Pista bácsit hívtam föl, tehát szombaton lement a lagzi, volt valami nóta, fölírtam, amit nem tudtam, már vasárnap volt már, hogy már öreg hívott. Na, gyerek, mi volt? És akkor így gyűjtötted a tudásod, és így raktad össze az egész tudás, mint olyan. Igen. Tehát akkor igazából a primás az egy egész életen átvaló tanulás, akárhogy is nézzük. Hát, hogyne, sose vagy kész. Döbbenet. Sokat hallgatlak benneteket, mert adja, bevallom, én nagy hallgatója vagyok a Dankó Rádiónak, tehát mind a mellett, hogy nem csak nótát, operettet, világzenét is játszanak, és gyakorta hallunk benneteket, tehát ott is adják a ti dalaitokat, tehát a ti feldolgozásotokban, hogy mint olyan, tehát mondhatni azt, hogy nem csak a Csalló közben vagy híres, hanem azért Magyarországon is. Van még azért Magyarország irányából kereslet irányotokban most ebben a helyzetben? Hát mostanában nem nagyon. Nem nagyon. Még azelőtt volt a Duna TV. Igen. Kívánságkosár, így van. Aztán utána a Dankó Rádió. Mostanában nem nagyon. Még 2 éve ezelőtt volt, ja. De az csak nekem, tehát nem zenekaros a zenekarommal, hanem... Egyéni szólóprodukció, mint olyan. Tehát adott a zenekar. Akkor most azért azt mondhatjuk, hogy a cigányzene azért most pangásban van, tehát hogy az... Hát a zenei műfaj szerintem mind globálba vehetjük, hogy pangás van. Mint a szolgáltatóiparnak a zenei részlet. Hát Pesten beszélek kollégákkal, nagyon sokan elmentek dolgozni. De úgy képzeld el, hogy ilyen Tesco-ba kirakodó. Polcfeltöltőnek. Hát élni kell alapon, és akkor ez azért... Muszáj. És mi van Japánnal? Azért Japánról még nem beszéltünk. Tehát, hogy jött egy ilyen dolog? Tehát azért itt a Kárpát-medencében elképzeljük, hogy a cigányzenének van kultusza, de hogy kerül egy dunaszerdei primás Japánba? Na most ez úgy van, ugye, hogy említettük a Pádár Lajost. Igen. Nála is tanultam, és ő neki a fia, már jó 10-12 éve kint van. Tehát kint játszik. Van neki egy triója. Klasszikus zenét játszanak, vagy mi? Klasszikust is, meg aztán este ilyen tánzenét, ilyen standardeket, bárba. Na most ő szólított meg, ugye? De úgy volt ez nekem, hogy ő már hívott engemet 2-szer, és harmadjára, amikor fölhívott, hogy még megpróbálta, akkor elgondolkoztam, hogy mondom, akkor megpróbálom. Milyen volt azért ez? Egy teljesen más kultúra, nem? Tehát... Persze, hogy ne. Hát most úgy képzeld el, hogy bólogatsz, hogy igen, önállók ez a nem. Uh-huh. Ebből volt problémák is. Van olyan, hogy minden nap muzsikálunk, kint egy ilyen főtér van, és egy ilyen 20 perces koncertot adsz, és mi ott ugye árultuk a CD-nket. Na most mentem oda, árulni a CD-t, és mondom, hogy CD please, és akkor a nő megintegett nekem, hogy megadom neki oda. És akkor mondta, hogy ez nem. És csak integetett, de még jó volt, hogy ott voltak a régiek, tehát a öregek, az mondja, gyere már onnan. Mondom, nem én, hát mondom, ez köl neki. Nem, az fordítva van. Teljesen fordított van. Például, hogy na. Uh-huh. Visszavágysz oda? Tehát, mint világba? Nem vágyok vissza, hogy mondjam. Ez nagyon nehéz dolog. Tehát, hogyha a zenét nézem, az, hogy hát azért tanul az ember, nem, hogy muzsikálhasson. Na most, ha azt nézem, akkor igen. De viszont ez hosszú távon, akinek családja van, ez... Föntarthatatlan. Ah.
hát 6 hónapos, 7 hónapos turnusok vannak. Volt olyan, hogy kint voltam 6 hónapot, hazajöttem 2 hónapra, megint 6 hónap. Fölörli az embert. Persze, volt olyan, hogy hazajöttem, és egy hónap volt, az még én megéreztem azt, hogy otthon vagyok. Most például olyan, hogy a hálószobában lefeküdtem, szembe volt a tévés, nem láttam a tévét, hogy én azt tudod, hogy fölkapcsoljam. Úgy megszoktam, hogy nekem ott nincs. Tehát meg kellett érkezni a lelkednek, és a tested már itt volt. Igen, na most, de viszont az volt a rossz, mire ezt megéreztem, akkor már jött a következő szerződés, és akkor hoppá, nem érezhetem át azt, hogy otthon vagyok, akkor nehéz elmenni. Tudod, az a... Ah. És azért azt gondolom, hogy jól esett, hogy közben kaptad meg a Harmónia díjat. Tehát igen, igen. Itteni rangos elismerést, mint hangszeres előadóként. Igen, meg valójában azért esett jó nekem, mert hát a magyar nótát ezzel nem is, hogy én kaptam meg, hanem maga a szakma. Mert ilyen még nem volt. Hallgat még a felvidéki magyar-magyar nótát szerinted? Persze, hogy. Igény van rá. Hát, az hülyeség, amikor azt mondják, hogy nem köl. Ez köl. Csak... Frányanyagiak. Pajka, nagyon köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Jó egészséget kívánok, ez az első, az az alap. Utána pedig azt kívánom, hogy az emberekbe térjen vissza a muzsika utáni vágy, és találkozhassunk még sok olyan eseményen, ahol ti húzzátok a zenét. Úgy legyen. Köszönöm. Én is. Hölgyeim és uraim, a magunk közöttben egy igazi, hamisítatlan dunaszerdahelyi prímással beszélgettünk, és a zene sem lehet más, a folytatásban Bertók István csatlakozik hozzánk zongora kísérettel. Tartsanak velünk, maradjanak velünk, köszönjük a figyelmet! Thank you.